Sziasztok, üdv mindenkinek, újra itt vagyok egy új videóval, és ráadásul most Jordániát fogom nektek bemutatni egy kicsit, úgyhogy először megnézzünk egy-két fontos információt, amit érdemes tudni az országról, majd pedig megnézzük, mi az a 10 hely, amit mindenképpen érdemes egy Jordán út alatt beiktatni. Ráadásul hoztam nektek egy 11. helyszínt is, amit sajnos mi nem tudtunk meglátogatni, viszont hogyha ti tehetitek, ezt se hagyjátok ki. Most pedig vágjunk bele, kezdjük egy kis földrajzzal. Jordánia a Közel-Keleten található, Magyarországról nézve délkeleti irányba, úgy 2100-2200 kilométerre. Jordánia a környék, illetve az egész arab világ egyik legbiztonságosabb országa, így nagyon sok turista keresi fel a világ minden tájáról, köztük Magyarországról is. Északról Szíria, nyugatról és délről Irak és Szaúd-Arábia, illetve keletről Izrael és a Palesztinához tartozó Cisziordánia határolja. Ezen kívül délről egy keskeny sávon az Akabai jövőr mossa partjait az országnak, ahol egyetlen jordán város található, ami nem más, mint Akaba. Fővárosa és legnépesebb városa Amman, lakossága egy kicsivel több, mint magyarországi, 11 millió fő. Területe pedig egy nagyon kicsivel kevesebb, körülbelül 89 ezer négyzetkilométer. Tehát népsűrűsége magasabb, és mivel rengeteg lakatlan terület, sivatag található az országban, így ez a városokon látszik meg leginkább. A fővárosban, Ammanban több mint 4 millióan zsúfolódnak össze. Hivatalos nyelv az arab, de sokan beszélnek angolul is, államformája monarchia, uralkodója pedig II. Abdullah király. Az ország pénzneme a jordán dinár, ami megelőzi az eurót is, így egy dinár viszonylag sokat ér, körülbelül 500-510 forintot. Éghajlata nagyon változó. Északnyugaton mediterrán éghajlat jellemző, míg az ország többi részén kontinentális sivatagi. A nyár forró és száraz, nem ritka a 40-45 fok feletti hőmérséklet sem, míg a tél enyhe, bár az északnyugati részeken havazás is gyakran előfordul. A tengervíz Akabánál az év bármely szakában kellemes, nyáron 26-28 fokos, míg a hidegebb hónapokban csak 20 fok körül mozog. Az időeltolódás Magyarországhoz számítva plusz 1 óra. A beutazáshoz a magyar állampolgároknak útlevélre és vízumra van szükség. Fontos, hogy az útlevél az utazás utolsó napjától számítva 6 hónapig érvényes legyen. A vízum akár online, vagy egy egyszeri beutazásra szóló turista vízum felvehető az Ammani és az Akabai repülőtéren is, illetve a legtöbb szárazföldi és tengeri határátkelő helyen is, amelynek díja 40 jordán dinár. Itt fontos megjegyeznem, hogy amennyiben legalább 3 éjszakát tervezünk az országban eltölteni, érdemes megfontolni az elektronikus úton beszerezhető Jordan Pass megvásárlását, amely magában foglalja az egyszeri belépésre szóló turista vízum díját és Petra, valamint további egyéb látványosságok belépő díját is. Az ára 70-75, illetve 80 dinár, ami a látogatások napjaitól függ, tehát 1-2 vagy 3 napos látogatást tervezünk Petrában. Védőoltás nem szükséges Jordániába, bár a hepatitis A és B, illetve a hastifusz elleni oltás megléte ennek ellenére ajánlott. Fontos, hogy a csapvíz fogyasztása pedig kerülendő, ellenkező esetben előfordulhatnak kisebb, nagyobb betegségek, illetve fertőzések. És végül az országba való utazásról mondanék még nektek pár szót. Repülővel Magyarországról 3-4 órányira található Jordánia, amit Budapestről, a Wizz Air és a Ryanair légitársaságokkal könnyen megtehetünk. Az árak változóak, viszont ki lehet fogni eléggé kedvező jegyeket is a két fapados légitársaság oldalán. Na és ez lett volna az a pár fontos információ, amit érdemes tudni magáról Jordániáról, most pedig jöjjön a 10+1 legszebb helyszín északról déli irányba. Ajlun vára már messziről felkelti az utazó figyelmét, ami nem is csoda. A 12. században épült várat egy korabeli kolostor helyére emelték fel, amit Szaladin, a muszlimok vezérének egyik tábornokja épített 1584-ben. A rendkívül fontos erőd a Kairót Damaszkusszal összekötő kereskedelmi úton épült fel, érdemes felkeresni. Jerash mindössze egy óra távolságra található Ammantól, így viszonylag hamar felkereshető a fővárosból. Az ókori római korból ránk maradt város hatalmas területen terül el. Hadrianus kapuja mellett két félköríves római színház, egy Zeus és egy Artemis templom, valamint sok más egyéb érdekes rom is megtekinthető. Nagyszerű programnak ígérkezik, ahol visszautazhatunk az időben egészen az ókorig.
Amman Jordánia fővárosa, ahol keveredik a modern és az arab, illetve az ókori világ látnivalói. Találunk itt Dubajra hasonlító felhőkarcolókkal teli városrészeket, valamint régies, füstös és zsúfolt, tipikus arab óvárosi negyedeket is. Az új városrészben elegáns lakóépületek, éttermek és boltok tucatjai sorakoznak fel az Abdali bulváron, amely egy igényes sétáló utca. Itt nyugati elegancia sugárzik a városrész minden egyes négyzetméteréről, ahol érdemes a közelben lévő első Abdullah királyról elnevezett gyönyörű kék mecsetet is meglátogatni. A történelmi emlékeket felsorakoztató régi városrészt is keressük fel, ahol római, bizánci és arab látnivalókat tekinthetünk meg. A római kori amfiteátrum abszolút az egyik favorit, de a mellette, inkább felette lévő citadella is nagyon gyönyörű látványt nyújt. Itt több korszakból is találunk romokat, valamint a városra is itt nyílik a legszebb kilátás. Madaba közel, mindössze fél órára kereshető fel a fővárosból. A város hangulata egyszerűen elképesztő, és erre egyáltalán nem gondoltunk volna. A legnagyobb attrakció a településen az ortodox Szent György templom, ahol a világ egyik leghíresebb térképe tekinthető meg. Az 1500 éves mozaik a templom padlóján vehető szemügyre. Madaba pont ez miatt olyan nagyszerű, mert nem túl nagy település, viszont látnivaló bőven akad itt. A mozaikok városában számos keresztény templom, római és bizánci emlékek, mozaikok tekinthetők meg, és akkor még a teveszerből készült szőnyegeket még nem is említettem. Imádtam minden egyes percét a városnak. A Holtenger a világ legkülönlegesebb tengere, ami inkább csak egy nagy kiterjedési tó, mint sem egy tenger. A föld legmélyebben fekvő tava eszméletlenül sós, így még úszni se kell tudnunk, hogy fent maradjunk a víz tetején. Ezen kívül Jordánia egyik legkeresettebb helyszínei közé tartozik, és ha ez mind nem lenne elég, még vicces képeket is készíthetünk, ahogy tetőtől talpig iszaborítja a testünket a föld legsósabb tavánál. Figyelem, vigyázzunk, hogy ez a rendkívül sós víz ne kerüljön a szemünkbe, mert nagyon nem kellemes érzés, én már csak tapasztalatból mondom nektek. Jordániában számos középkori vár található, amelyek javarészt még a keresztes háborúk idején épültek fel. Az egyik legnagyobb közülük Kerak vára, amely a keresztes lovagok egyik legfontosabb erődje is volt egyben. A közel 900 éves múlttal rendelkező masszív vár a mai napig nagyon jó állapotban tekinthető meg, így a labirintusszerű járataiban és folyosóiban tucatnyi termet járhatunk be. Al-Karakban így hát minden perc kalandosnak ígérkezik majd. Jordánia legnépszerűbb és egyben kihagyhatatlan látnivalója Petralom városa, amely a világ hét útcsodájának egyike. A sziklák közt megbújó ősi város lenyűgöző látvány nyújt, ezért a Jordániába látogatók csúcspontjának számít. Itt garantáltan visszarepülhetünk majd az időben, és az elképesztő építményeket elnézve valószínűleg még libabőrösek is leszünk. A hosszú, több kilométeres túra során rengeteg gyönyörű helyszínt járhatunk be, mint például ez a csodálatos szurdok. Az abszolút kedvenc viszont az ezt követő trezori, azaz kincstár. Ez egy felemelő pillanat, amikor saját szemmel láthatod ezt a csodát, amit sosem felejt el az ember. Innen viszont további érdekes látnivalók is találhatóak, mint a sziklából kivált színház, vagy a szemközti temetkezési helyek. Egyszerűen csodálatosak. Jordánia vadregényes, masbéli tája a vörös homokkal borított Wadi Rum sivatag, amely nem is csoda, hogy a filmeseket is megiklette. A homokból kiemelkedő sziklás hegyek és érdekes sziklaformációk igazán ámulatba ejtőek. Tevegelés, jeeptúra, egy igazi beduin vacsora és az éjszaka egy sátorban a sivatag közepén. Ezek mind felejthetetlen élményt nyújtanak majd, amit garantáltan sosem fogunk elfelejteni. Érdemes legalább egy éjszakát itt eltölteni, hogy mindenre legyen megfelelő időnk. A homokban sújt vacsora beduin módra nagyszerű élményt ad, ami után másnap érdemes felkeresni a sivatag legérdekesebb helyszíneit is. Nagyon sok látnivalót tartogat, mint például a Nabatejusok temploma, a Lavrens forrás, vagy a nagy vörös homok dűne, ahova mindenképp sétáljunk fel. Továbbá a Kazali kanyon szűk járatát és egy érdekes híd alakú sziklaformációt, a Little Bridge-t is keressük fel. Akaba a legdélebbi települése Jordániának, és egyben az egyetlen tengerparti üdülő paradicsoma is, ahol könnyedén kipihenhetjük fáradalmainkat a csodálatos vörös tengerpartján.
Innen csupán egy karnyításnyira található három további ország is, mivel az öböl partján összesen 4 állam osztozkodik. Jordánia mellett Izrael, Egyiptom és végül Szaúd-Arábia határa is itt futnak össze. A pihenésre tökéletes választás a Kaba, ahol a perzselő napon barnára sütve, vagy a tengerben lubickolva üthetjük el az időt. A búvárkodást pedig ne felejtsük el, mert gyönyörű itt a víz alatti világ. Végül extraként a 11. a Wadi Mujib, ami egy kanyon, ahol egy folyó folyik a szűk sziklák között. Mi sajnos nem jártunk itt, de ha teheted, mindenképp keresd fel, mert nagyszerű túrákat lehet itt csinálni. Ennyi lett volna akkor a mai videó Jordániáról, remélem, hogy tetszett, és érdekesnek találtátok a mai videót. Ha igen, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, illetve írjátok meg hozzászólásba, hogy nektek mi az a hely, ami a legjobban tetszik Jordániába, valamint hogyha valami kimaradt volna esetleg, azt is szívesen várjuk hozzászólásba. Hamarosan következik egy új videó, addig is, sziasztok!